Nagy Attila testnevelő tanár is meghívót kapott az egyetem rektori hivatalába. Itt tartottak tájékoztatót a pedagógusok lakhatását segítő kezdeményezésről. A pályázat egyik nyertese lett a pedagógus. Vonzóbbá teszi tényleg a tanári pályán való maradást, mert eddig egy másfél szobás lakásban éltünk páromban, mindenképp szerettünk volna váltani, nagyobb lakásba költözni, jövőbeli tervek kapcsán is, és adódott ez a lehetőség, hogy ezt úgy tehetjük meg, hogy nem, hogy még jobban leterhel minket, és azon gondolkodjuk, hogy hogy tudjuk megoldani, hanem amellett, hogy könnyítés lenne, tényleg, hogy úgy tudunk egy nagyobb és élhetőbb lakásba költözni, még a jövőbeli terveinket is tudjuk folytatni ezáltal. Éppen ezért indult el ez a kezdeményezés, hogy meg tudják tartani a pedagógusokat a városban. Ennek legnagyobb akadálya a megfelelő lakhatás fenntartása, biztosítása. Ezt ismerték fel a tanárképzéssel foglalkozó karok az egyetemen. A pécsi lakásárak és albérlet árak nagyon sok kezdő pedagógus számára megfizethetetlenek. Így jött az ötlet, megkerestük Pécs megyei jogú város önkormányzatát, amelynek felszabadítható és felszabaduló lakásai voltak. A megállapodás szerint ezeket teljes mértékben felújítják, hogy nem leromlott állapotú lakásokkal próbálunk valakit valamire csábítani. Ezeknek a lakásoknak a felújítása folyamatban van, illetve megtörtént. 17 lakással tudunk a pedagógusaink elé odállni. 33 pályázat érkezett a megadott határidőig, részben már a közoktatásban dolgozó, vagy éppen frissen végzett pedagógusoktól. Azok kapják meg ezeket a lakásokat, akik szociálisan rászorulók, erről egy bizottság döntött. Az ingatlanok felújítását, átadását az önkormányzat végzi. Az önkormányzat 17 plusz egy lakás felújítását és használatra adását, bocsátását döntötte el, tehát ezen a döntésen túl vagyunk, és 200 millió forintot rendeltünk a Pécs megyei jogú önkormányzat költségvetéséből erre a célra. Ezeknek a lakásoknak a felújítása folyamatban van olyannyira, hogy az első négy konkrétan holnapra készen van, a második négy jövő héten, szeptember 3-ára szintén készen van, és így megyünk végig ezeken a lakásokon. Az utolsó reményem szerint október 31-ével is átadásra kerül. A lakásokért bérleti díjat kell fizetniük a nyertes pályázóknak, azonban ez az összeg igen kedvező. 10 és 25 ezer forint között mozgó, hiszen egy kötője a másfél szobás lakásokról beszélünk, illetve van egy darab is köztük az három szobás, tehát a 25 ezer forint az a három szobás lakásra vonatkozik, a 10 ezer forint pedig az egy szobás lakásra. Tehát azt gondolom, hogy ma Pécset ennyiért bérelni egy lakást, hát nehéz. Jelenleg 100 és 200 ezer forint között van egy másfél, illetve két szobás lakás bérleti díja Pécsen. Ez függ az elhelyezkedésétől, komfortfokozatától. A pedagógus lakások egyetemvárosban, belvárosban, kertvárosban vagy Uránváros városrészben találhatóak. Az önkormányzat 3 éves bérleti szerződést köt a pályázat nyerteseivel.